Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Egy Valentin napi kedvezményes jóslás. Ebben a kedvezményben benne van egy szerelmi kirakás és asztrológia, ahol összehasonlítom kettőtök horoszkópját. A díjam 5000 forint. Ebben benne van mindkettő, a jóslás is, és az asztrológia is. Ez a felvétel egy személyes jóslás Almás Kert részére. Kedves Almás Kert, üdvözöllek téged, ez a te videód, és kezdeném a szerelmi kirakással. A bal oldalon láthatóak a te képeid, a jobb oldalon pedig az ő kártyái. Itt középen ez a három kép mutatja a te jelenlegi helyzetedet. Az első kártya ott bal oldalon az őt jelenti. Számodra most ő áll a középpontban. A második kártya, ez a kulcs, arra utal, hogy légy magabiztos. Te ezzel a kulcssal ki tudod nyitni ezt az ajtót, utal a nyitottságra. Ezzel a kulcssal lezárhatod az ajtót, és az utal zárkózottságra. Ez lehet a te tartásod, de az is előfordulhat, hogy ő viselkedik így, hol nyitott, hol zárkózott, hol nyitott, hol zárkózott. És a liliumnak az a jelentése, hogy itt rendeződnek a dolgok, mutatja az ártatlanságot, a tisztaságot, és itt kitisztul valami. Azon kívül a lilium szimbolizálja a testi kapcsolatot. Ez, ami titeket összeköt. Ez lehet az ő vágya vagy elképzelése is. Most megtekintjük az ő jelenlegi helyzetét. Itt jobb oldalon ezek a képek mutatják az ő jelenlegi helyzetét. Ez a hegy utal nehézségekre, de a tél időszakát is jelenti. A középső képen ez a ravasz róka mutatja a hazugságokat, hamisságokat, vagy valaki becsapta őt, ezek a nehézségek. A harmadik képen a gólya azt jelenti, hogy lesz itt változás, vagy ő átlát ezeken a dolgokon, védi magát, lezárja ezt a helyzetet. A gólyák gyakran költözésre utalnak. Most megtekintjük azt, hogy mi a gondolatod, vagy miről kellene elgondolkoznod, mert ez, amit te átélsz a közeljövőben. Ott fent bal oldalon az első kép, ez a négy levelű lóher. Ez szerencsét hoz számodra. Ez a kép utal április hónapra, és áprilisban lesznek változások, és a szív, ez a szerelem áll a középpontban. A harmadik képen ez a park utal a nyilvánosságra. Ez vagy kiderül, vagy ti ezt kimutatjátok, mások észreveszik ezt a kapcsolatot köztetek, de ez a park utal szabadidőre is, hogy ti együtt terveztek együtt valamit. Most megtekintjük azt, hogy miről gondolkozik ő el, vagy miről kellene neki elgondolkoznia, mert ez, amit átél a közeljövőben. Fent, jobb oldalon látható ez az ostor. Valaki ostorozza őt, és ez fáj. Ezek lehetnek viták, veszekedések.
De az ostor mellett ott van ez a koporsó, ami lezárja ezt a kellemetlen helyzetet. Persze ez a koporsó lehet egy örökösödési ügy is, alatta ott van ez a hamisság, ez a ravasz róka, ez is vezethet vitákhoz és veszekedésekhez. De ez le lesz zárva. A harmadik képen látható a csillagkép, ami neki szerencsét hoz. Lesz egy megoldás. A csillagkép alatt ott vannak a gólyák, azok is mutatják ezeket a változásokat. És most megtekintjük a titkokat nálad. Azt, amire nem figyelsz oda, vagy amit titokba kellene tartani, esetleg azt, ami később válik be, és még láthatatlan, tehát egy nagy titok. A te titkaid. A középső kártyával kezdeném, ezen látható a hold. A hold utal anyai érzelmekre, de uralkodik az érzelmeink felett is. Azt is jelenti, hogy te megkapsz valamit. És ott van mellette ez a levél. Jön egy fontos hír, de ez a levél lehet egy bizonyos dokumentum is, vagy egy szerződés, és erre várhatsz. Ennek van egy fontos jelentősége számodra, mert ezáltal változik nálad valami, vagy egy szerződés, vagy egy hír. A harmadik kártyán látható ez a kislány, természetesen mutatja a gyermekeket is, és az anyai érzelmeket, erre utal a hold energiája, de ez a kislány jelenthet egy új kezdetet, vagy újdonságokat, és ez áll ebben a hírben. Most megtekintjük az ő titkait, vagy azt, amit nem akar megnézni, nem figyel oda rá, vagy titokban tartja, de az is lehet, hogy később fog bekövetkezni, ami számára is még ismeretlen. Jobb oldalon lent látható ez a torony. Ez lehet egy hivatalos dolog, vagy egy bírósági ügy is. Ez a torony jelentheti azt is, hogy ő fogva érzi magát, és keres egy kiutat, egy lehetőséget. A középső képen te vagy látható. Te állsz nála a középpontban, és te fontos vagy a számára, de valami miatt, vagy valaki miatt nem tudja kimutatni az érzelmeit. A harmadik kártyán látható ez a virágcsokor, a tavaszra utal, akkor lesz változás, és ez a változás szerencsét hoz neked. Ez a virágcsokor mutatja a te szépségedet, a te nőiességedet is. Ő így lát téged, de ez egy titok, mert ő erről nem beszél. Úgy tavasztól nyitottabb lesz, akkor lesznek változások. Ez a virágcsokor lehet egy ajándék, egy meglepetés is. Most megtekintjük azt, hogy mi köt össze benneteket. Ami összeköt benneteket, ez a gyűrű. Az lehet, hogy ő visszatért hozzád, ezt is szimbolizálja a gyűrű, akkor van köztetek egy kármikus kapcsolat, de ez a gyűrű lehet egy eljegyzés, később házasság, és ez, ami benneteket összeköt. Most áttérek az asztrológia területére. A nappal kezdeném. Ez mutatja a ti éneteket.
Ha elképzelitek, hogy az élet egy színdarab, akkor ti játsszátok itt a főszerepet, és erre utal a nap. A te horoszkópodban a nap a bika jegyében van az indiai számítás szerint, de a határon, mégpedig a kos és a bika jegye között. Te mindkettőt ismered és átéled, hol a kos jegyét, a tűz elemét, amikor kimutatod a bátorságodat, vagy valami lelkesít téged, néha utalhat türelmetlenségre is. Máskor pedig éled a bika energiáját, ezt a nyugalmat, amikor élvezed az életet, de a bika jegye utalhat arra is, hogy szeretnél valamit megtartani, és félsz attól, hogy elveszíted. A felfele mozgó holdcsomó, a Ráhú, az egy kármikus csomó. Utal egy új irányra, egy új lehetőségre, amit mi nem ismerünk. Ez a kármikus csomó itt a bika jegyében mozog jövő év márciusáig, tehát idén lesznek ilyen kármikus témák nálad, egy új lehetőség, vagy egy új irány. Ez kihat az otthonodra, lehet egy költözködés is. De azt is jelentheti, hogy te alapítasz valamit, vagy keresed a helyedet az életben, ahol úgy érzed, igen, itt le tudok gyökerezni. Az ő horoszkópjában a nap a halak jegyében van. A halak jegye az a víz eleméhez tartozik, és a víz eleménél érzelmekről van szó. De ebben a csillagképben két hal van. Az egyik irány az mutatja a félelmeket, vagy a bizonytalanságot, ezen át kell tennie magát. A másik hal mutatja a lehetőséget, hogy bízzon abban, hogy minden jóra fordul, és így folyamodnak akkor az események. Mi a kapcsolat köztetek? Ha te a kos energiáját éled, akkor az a halak jegye mellett van, itt megvan a bizalom, a közelség, olyan, mint a jó szomszédoknál, akikben meg lehet bízni. És ezt mindketten érzitek, ezt a közelséget. Ha a bika jegyét éled, akkor is megvan a harmónia, mert a halak jegye a víz eleme, és a bika jegye a föld eleme harmonizál egymással. És most áttérek a hold energiájára. Te röviddel teli hold után születtél egy ilyen csökkenő hold fázisban. A holdad a nyilas jegyében van, tehát a tűz elemében, ami utal a bátorságodra, az erődre, a lelkesedésre is. A nyilas jegye gyakran külföldi utazásokra, külföldi kapcsolatokra utal, és mivel a holdnál érzelmekről van szó, te szereted ezeket az utazásokat. De ez az utazás lehet egy belső út is, egy spirituális terület, ahol te kibontakozhatsz. Az ő holdja, ami az ő érzelmeit mutatja, ő röviddel egy teli hold előtt született egy növekvő hold fázisban. A holdja a mérleg jegyében van, számára fontos a belső egyensúly, a nyugalom, a szépség, a harmónia.
A mérleg jegye utal párkapcsolatra, ez is fontos számára. A kettőtök holdja harmóniában áll, mert a nyilas jegye a tűz eleme, és a mérleg jegye a levegő eleme harmonizál egymással. És most megtekintjük Vénusz bolygót. Vénusz bolygó jelenti a szépséget, a harmóniát, a művészeteket, és bennünket, hölgyeket is szimbolizál. A horoszkópodban Vénusz bolygó a kos jegyében van, a tűz elemében. Az ő horoszkópjában Vénusz bolygó utal az ő jó ízlésére, esetleg a tehetségére a művészetek területén. Vénusz bolygó a férfiaknál mutatja azt a hölgyet, ami az ő elképzelésüknek megfelel. Nála a Vénusz bolygó a halak jegyében van, ami a víz eleméhez tartozik, a víz eleménél érzelmekről van szó. Ő szereti, ha a hölgy kimutatja az érzelmeit, vagy azt is, ha kicsit álmodozó, romantikus. Kettőtök között van egy úgynevezett fél-szextil kapcsolat. Ez azt jelenti, hogy megvan köztetek a bizalom és a harmónia, mert a kos jegye és a halak jegye az egymás mellett van, és megvan ez a közelség, ez a bizalom, mint ahogy mondtam, ugyanúgy, mint a jó szomszédoknál is. És most áttérek a Mars energiájára. Mars utal az erőnkre. Ez megvan nálunk, hölgyeknél is, mert ezzel a Mars energiával kell, hogy bebizonyítsuk magunkat az életben, hogy védjük magunkat. Mars bolygó az egy férfias energia, és utal a lelki társunkra is. Vagy mi ezt így hogy képzeljük el? A te horoszkópodban Mars bolygó a kos jegyében van. Mars bolygó uralkodik a kos jegye felett, tehát nálad ez nagyon erős, ez a Mars energia, és ezzel tényleg be tudod bizonyítani magadat az életben. Az ő horoszkópjában Mars bolygó a bak jegyében van. Ez nem könnyű, ha arról van szó, hogy együtt szeretnétek elérni valamit, te türelmetlen vagy, ő pedig várakozó. De azt is jelenti ez a kihívás, hogy te elvárod azt, hogy mint férfi harcoljon érted, és ő komolyan vesz téged, ő komolyan veszi az érzelmeit és ezt a párkapcsolatot, de ő ezt nem túlozza el, inkább olyan visszahúzódó, vagy keveset beszél a terveiről, a párkapcsolatról, de ez előfordulhat, hogy téged ez zavar, ha ő olyan visszahúzódó, és nem beszél a terveiről, őt is zavarhatja az, ha te türelmetlen vagy. Mert ő szeretné azt, ha te megbíznál benne, de ő elvárja azt, hogy légy türelmes, amíg ő jelentkezik, amíg ő a tervekről beszél, és ő lassabban mozog az életben, mert más a Mars energiája, mint nálad. Nálad mindenhol gyorsabban pörögnek az események. Kedves almáskert, így tudtam elmagyarázni ezt a Valentin napi jóslást. Köszönöm, hogy hozzám fordultál, kívánok minden jót, nagyon sok szeretettel, Dendera!
És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!